Üdvözlök mindenki, Tabidosz vagyok, és ma a Red Alert 3-at hoztam el nektek, ugyanis a Red Alert 3 10 éves, és hát úgy voltam vele, hogy itt a ideje, a lehetőség, és minden jó, hogy játszunk, meg közvetítsük, meg beszéljünk róla, ugyanis ez egy olyan meccs, amit ráadásul a 10 éves évfordulóra terveztek, vagy rendeztek, és játszottak. Nem tudom, hogy ki nyerte a bajnokságot, random véletlen szem választottam visszajátszást ebből a eseményből kifolyólag. Itt két játékos van, direkt olyan pályát választottam, amit nem sűrűn láthattatok nálam visszajátszásban. Mokahadzsi, ő lesz Kohadzsi, bocsánat. Ezzel a névvel lesz ő ilyen kékes szövetséges, míg a fekete a porszegából sárgával zár csap össze. Zár lesz éjszakon, még Kahadzsi, ugye Kahadzsi volt. Kahadzsi, igen, ő pedig télen. Nos, hát hallottuk is, hogy egy Dojo-kor ki is jött, illetve hát jött egy generátor is. Amíg a szövetséges, igen, elkészítette. Fú, de nehéz látni a szövetségest ezen a pályán. Lehet, hogy nem véletlen ez a színválasztás. Harci kutya indul előre. És hát van itt pár dojokor, ami érkezik. Ugye a dojokor az üti a harci kutyát, már pedig, hogyha ha szó szerint elüti. És sikerül elütnie. Ej, hát ez a dojo, ez viszont így nem lesz jó. Vissza is fordul az egyik dojo. Ja, a másik dojo is visszafordul, mindegyik dojo visszafordul, nem fognak tovább menni. Gyalogosok viszont elindultak, egy mérnök is, valószínűleg valamelyik kis tornyocskát fogja megfoglalni magának, vagy pedig hát majd kiderül, mert van pénzlelőhely is, de nem oda megy a mérnök. Na, itt középen összecsapás van, szamurájok a békefenntartókkal, meg minden. Végül eladni készülül a építményét a felkelő napos gyerek, és összefoglal azért magának ilyen dolgokat. Ugye ez a bázis, ez egy harcbázis. Ez a fekete nap irodalmának egy ilyen úszó erődje. Hopp. Hát a békefenntartók azok elfoglalták a pontot. Ho-ho-ho-ho, javelinesek szedik a épületet, de nem, inkább visszamennek be az épületbe, mert jönnek a szamurájok, meg jönnek a azt a delemészáról mindenkit, az az egy ugra-bugra. Ő is nagyon. A japán dojokorral védekezik. Ez már a bázison már érkezik a tangjárban Mekatengu is. A másiknál nem látok semmit, csak annyit kitelepült. És mi az Isten? Ja, itt van. Hát nagyon kerestem, hogy hol van ennek a bázisa. Tehát, hogy mit csinált? Eladta a bázisát és esetleg erre az egy támadásra áldozott fel mindent, de nem. Tehát nem. Jaj, ez a Harvester az nagyon agresszív, de a gyalogosok is agresszívak. Ki fogják lőni a Harvestert? A béke fenntartók! Ez azért elég meredek. És ez a Harvester nem szed? Mi történt? Mi baja van annak a pénzszedőnek? Nem veszi észre a... Valami nagy tört baj, tragédia történt a rettenetesen okos, híresen okos Harvester. Intelligencia kicsit behalt. Hát Zár elvesztette a meccset, tehát a szövetséges nyert. De fel voltam készülve az ilyen rövid meccset, ezek két visszajátszást töltöttem le. Hogyha arról lenne szó, akkor ne az ilyen, hogy ilyen rövid visszajátszással megyünk bele egy ilyen meccsbe. Szóval jött a következő. Ez egy kicsit gyors volt. De nem baj. Végtelen sziget. Akkor nézzük, hogy kik játszanak. Kohadzsi megint. És 0-0-1-0-val.
Fú, de jó, két szövetséges, egy piros Kohadzsi pedig. Tsú, alig lehet észrevenni őket, a narancs lesz Kohadzsi a 0, 0, 1, 0 pedig, ő pedig a piros. Nos. Nézzük akkor. Mi történik, kutyánk? Össze is csapnak. Egy kutya megeszik egy másik kutyát. És úgy néz ki, hogy a narancsé egyelőre a kutya előny. Egy erőmű kitelepítve a vízre. Talán biztonságosabb volt, ilyen egy felderítő kutyuli. És... hó! Miért a simán van egy? Kitől megértem, hogy a piros küldi be a mérnekét, de nem. Nos! Mindenki szedi a kis pénzét. Ez a kutya viszont trollkodik. Nagyon trollkodik. Nem tudott emiatt építeni időben. Refinerit. Kohadzsi. Kohadzsi? Ugye jól mondom, bocsánat. Kohadzsi. 0-0-1-0, viszont jobban áll most pénzügyilege miatt. Hoppa, kutyú felfedezte, hogy van egy hadiüzem. Békefenntartó felsorakoztak! És jön egy békefenntartó roham. Előre-hátra, előre-hátra. És itt van egy, egy légpárnás, ami viszont kutyát állja. Rengeteg gyalogosnak, és le is vadászza őket. Hopp! És egy... GHE, amit még mindig nem tudok, hogy miért ez a neve. Ennyire rossz nevet egységnek nem adhatnak magyarul. Na, a GHE az... előre ment, és egyelőre bírja, ráadásul drónokkal javítja is. 0-0-1-0, ez a támadás itt most elhal, bár itt van egy kisebb csapat, amelyik éppen úgy gondolja, hogy befoglalja itt a terepet, és a béke fenntartók megszerzik maguknak ezt az építményt. Tehát... nos, ez a meccs ez már hosszabb lesz, mint 3 perc, tehát már... lehet, hogy több lesz ebben, mint az előzőben. Az uralyfúró torony az éppen pusztítás alatt áll. A kutyát azt... a kutya... kutya hangszórókkal... szivatják. Megmondom őszintén, rengeteget játszottam ebből a játékkal, de életemben most láttam először olyat, hogy kutyát raktak ebbe az egységbe, és ez így bénít. Ez most nekem meglepetés. Legalábbis én nem emlékszem rá, hogy ezt valaha is láttam volna, vagy kipróbáltam volna. Ez ihetetlen. Ez most azért egy kicsit érdekes. Na. Szóval, na, lényeg az, hogy folytatódik a menet. Harcolnak itt középen. Ugye. Itt a... épületet kapják el, és hú-hú, torpedózzák az energiát, és torpedózzák a refinerit is. Hát ez a refineri, ez nem fogja bírni. Főleg úgy, hogy hát nem mondanám, hogy jól... választott célpontot magának a Vindicatorokkel, bár szerintem mindegy volt ebből a szempontból. A Vindicatorokkel amúgy egy-egy lövés, egy-egy ilyen légpárnás, szóval tudom, de itt is jön az ellentámadás. Harvesternek valószínűleg annyi lesz. Még azért megpróbálja épületté átvarázsolni, hogy legalább legyen valami haszna és sok idő még elpusztul. Ez érdekes, meg esetleg el tudja majd adni, ha lehet pénz. Ugye a szövetséges úgy tud terjeszkedni, hogy vagy a főépületét viszi, vagy a Harvesterből csinál egy előasat. És úgy néz ki, hogy ezeket a variációkat láthatjuk majd a játéknak. Ugye középen a narancs azt gyűjti a pénzt, ezzel szemben a piros, meg újra vissza kellett építkeznie a tengerre. Ó, és a GH-jék! Mondtam, nagyon szép nevű egységek, azok
elpusztultak, és a Harvester pedig fel lett gyógyítva a drónok segítségével, és ez előnyt jelentett abban. Jó, nem, tehát attól függetlenül, hogy most megmarad a Harvestere, nem túl jó ez a helyzet Kohajinak, mert rengeteg pénztől esik el. És eladta a tankgyárát, ez egy érdekes változtatás a stratégiáján. Nagyon érdekes változtatás a stratégiáján, mert ráadásul nincs is energiája. Sejthető volt, hogy egy Apollót hoz, csak eddig ilyen két érző egységekkel harcolt. Hoppá! Fagyasztással? Azt a mindenit! Azt a mindenit, mekkora kárt okozott az az egyetlen egy békefenntartó egy kis fagyasztósugárnak a segítségével. Miket csinálnak ezek a játékosok? Na, annak a szuper békefenntartónak is annyi. Készül az újabb Harvester. Közben visszatért a gazdasági csoda. Hát mindjárt mondom a nevét. Kohajinak, ugye? Kohajinak visszatért a gazdasági csodája. És... szedik az érfeldolgozót. Megint. Ez a két darab, ami maradt ebből az egységből, és nem is tud oda menni. Leszedni a Vindicatorokkel, mert ugye ott két Apollóval, de ez meg védi a légteret. Ugye a... Úristen, mióta lövik már ezt a szerencsétlen egységet? Ugye a... Apollók azok... brutális... sebzés visznek be a Vindicatorokre. Jaj, két... Jaj, felváltják egymást! Viszont a Vindicatorok lehet, hogy ki fognak merülni, tehát el kell menniük. Ó, még a GHE-re kapott egyet, ez azért elég szép lépés volt. Ez a játék még mindig szép effekteket produkál. Ennyi év után is. Szóval... igazából vannak járőrkutyák mindenütt a óceánban, a sós vízben nem fulladnak meg, és nem fáradnak el. Ó, micsoda fagyi sugár van mindenütt, csak éppen az egyik talált csak. Érdemben egyetlen egy békefenntartó le szögelése oda, az nem sokat segített. Kiro technológiával. Hopp! Vindicatorök mind a két oldalon. És nem tudom, lehet, hogy egy egységet veszített viszont. Kohajin 0-0-1-0, viszont védi magát szépen. Békefenntartott védekező pozícióba rakta, itt is van egy védekező pozíció, nagyon jól használja ki egységeit. Azt a keveset is. 0-0-1-0. Hopp! Elindult az MCV! Elindult az MCV, ez már a végső fegyver ilyenkor. Muszáj. Muszáj bevetni sokszor az MCV-t azért, hogy például gyalogosokat pusztítson el. Igen. Lehet látni, hogy azért sikerült is neki. Nagyon masszív egység és tényleg fegyverként is. Ahogy oh, áttolatott arra az szerencsétlen gyalogosra. És vissza fogja vinni szerintem javítani az MCV-t. Nagyon hatékony védekezésre ez a mobil épület, construction yard, és közben csillagos Vindicatort látunk, de ő az egyetlen. Nem tudom, ez most milyen színű, ez most piros, jó, akkor ezek az Apollók, ezek éppen még a 0010 tulajdona. Hú, viszont most eléggé visszaszorul 0010. És az az igazság, hogy nem is látom azt, hogy hogy tudná megvédeni magát jelen szituációban. Hú, elvesztette a... Áááá, Refinerit elvesztette.
Lehet, hogy ennyi? Javítania is kell, kevés pénzzel jön. Sokkal stabilabb a pénz... mozgás. Kohajinál. Ez az egy szerencsétlen Harvester, ez ki fog innen menni és... foglalni fog magának valami területet. Valószínűleg a tengert, nem tudom. Arrébb itt az MCV-t, hogy... A több célod öveg is éppen, hogy megúszta. Úgy lehet, hogy nincsen benne nagy gyalogság. Ide le kell majd raknia magának egy... Mi történik? Elpusztult mind a két refinerie? Van egyáltalán még pénze? Most el kell adni az egysége, ugye épületeit, hogy legyen pénze. De szomorú. Lehet, hogy ennyi volt ez a mérkőzés. Áááááát! Ezt nem tudja visszahozni szerintem. Akárhogy próbálja. Nagyon szép meccs volt. Nem is 3 perc volt. Szóval... nagyon jól bírta. 0-0-1-0. Na ennek itt a vége. Hát akkor ennyi lett volna. Itt azért még a végigből szemezt egy kicsit hosszabb, egy talán érdemesebb róla beszélni. De itt egyértelműen Kohaji vezette a dolgokat. Épületekben egész jól voltak, mert Kohaji többször szenvedett el sérüléseket. És nyersanyagban pedig Kohaji végül fölé kerekedett 001-nek, de ahogy mondtam, jobban kezdett 001, tehát volt egy időszak, amikor több pénze volt. És hát majdnem 12 percig tartott a meccs. Ezekkel a statisztikákkal ér véget. Én köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek, találkozunk majd legközelebb is CNC videóval. Visszajátszással, vagy Rivals-szel, Rivals is folyamatosan van Twitch.tv per Abidosan csatornán, illetve YouTube-ra is felkerülnek általában a gameplay videók. Szóval, köszönöm szépen meg egyszer a figyelmet, bye-bye, sziasztok!